Köszöntjük Önöket, következik a Seat Leon Superkupa negyedik verseny hétvégéjének összefoglalója. A helyszín ezúttal a Pannonia Ring, a sorozatról, az autós gyorsasági országos bajnokság márkakupa szériájáról annyit, hogy ez ugye a király kategória, a következő héten majd a Suzuki, illetve a Renault versenyét is megmutatjuk, de kezdjük most a legjobbakkal, a leggyorsabbakkal, vajon mire mentek egymással a Seatosok? A mai összefoglaló szakértője pedig Pantl Péter, aki az elmúlt esztendőben a Suzuki Swift kupát nyerte meg, de hát ott van folyamatosan a verseny hétvégéken, ismeri a versenyzőket és az autókat kívülről belülről. Nagyon jó ez a pálya egyébként, de nagyon tempós, szűk aszfaltú pálya, eléggé koptatja a gumit, úgyhogy érdekes volt, hogy milyen beállítással mennek majd a Seatosok. A gumiszállító egyébként egy maximum 4 fokos dőlést határozott meg a versenyzőknek, hogy mindenki biztosan célba érjen. Volt ezzel gond az első Pannonia Ringes hétvégén, úgyhogy a defekteket most elkerülték szerencsére a versenyzők. Ott akkor ugye azt mondták, hogy valamiféle pályahiba volt az oka, de akkor ezek szerint beállításon kellett módosítani. Valószínű, az Európa bajnokságon is egyébként egy ilyen dőlést határoz meg a gumiszállító. Na nézzük akkor a rajt. Ott Mihelis Norberti a pole pozíció, Weber Gábor megy mellőle, és itt a harmadik helyen pedig Kis Norbert, és ott van ugye a jobbján Weber Gábor, elől pedig megy Mihelis Norbert. Nézzük, hogy Kis Norbert meg tudja csinálni úgy az első kanyart, és az első kigyorsítást a rajt után, hogy pozíciót nyerjen. Nem egyelőre Mihelis hátsó kamerájából az egész mezőnyt látjuk, vagyis ő vezet. Hatvany nagyon szépen ment el Kis Norbert mellett, aki lesodrodott az évre. Egy nagyon tempós jobbossal kezdődik egyébként a pálya, utána pedig egy nagyon erős féktáv, ami szintén egy jobbos kanyarba torkollik. Itt ugye még teljesen együtt van a mezőny, és nagyon szűk az aszfalt, sikerül, ugye beszéltünk korábban, tehát nagyon sok lehetőség nincs az előzésre, ez egy nagy különbség, talán a legnagyobb a Hungaroring nyomvonalához képest. Aztán azt látjuk, amit 60-i Bálint el tud jönni Kis Norbert mellett, ez mindenképpen meglepetés, mert azért Kis Norbert az egyik legnagyobb esélyese a teljes szériának, és több mint 100 pontos vezetésével várta ezt a verseny hétvégét. 60-i pedig a fiatalságot képviseli, és meg tudta előzni Kis Norbert, ez nagyon szép volt. Ami nagyon érdekes, hogy a beállításbeli különbségek a pályának egy bizonyos részén éleződnek ki leginkább. Ez egy hátsó, nagyon gyors, nyújtott balos rész. Utána van egy nagyon fontos féktev, és itt látszik majd, hogy mennyivel másként érkeznek be az autók. Mihelis Norbi egy agresszívebb beállítással megy általában. Az ő autója látványosan többet mozog, ami érdekes lehet, mert a végére azért ő elszokta melegíteni a gumit pont emiatt. Itt látjuk fehérben Kis Norbertet, a lista vezetőt, akit ugye egyen hátrébb taszított, és le a dobogóról a negyedik helyre, 60-i Bálint. Tehát 60-inak nagyon-nagyon kell figyelni a hátrafelé, mert Kis Norbi biztos, hogy nem fogja könnyen adni magát. Itt vagyunk a második körben. Egyelőre azt lehet látni, hogy ott van már szinte lőtávolon belül a tarkójában lihegve Kis Norbert, de egyelőre bebújni még nem tudott, meg se tudta próbálni. Én azt hiszem, hogy ilyenkor már nyilván ott mozoszkál a fejében, tudja, hogy melyik lesz az a hely. Pontosan. Lehetett látni egyébként a versenyen, hogy a Norbi mennyire nézi azokat a helyet, ahol a 60-i Bálint valamennyi kis ölést hagy. Egy nagyon érdekes helyen fog előzni. Előre gondolkodott 2-3 kanyarral Kis Norbert, nagyon profi módon számolta ki azt, hogy hogyan lehet majd egy olyan helyre beférni, ahonnan egy egész pontos kigyorsítással meg lehet csinálni a hátsó pont nyújtott részt. Ez ugye az a rész, ami hamarosan vezet majd a célegyenesre. Itt nagyon fontos, hogy ki hogyan kezdi ezt a kanyar kombinációt, mert utána nagyon jó tempót lehet majd gyújtani a célegyenesre. Ott van ugye egyelőre a második helyen Weber Gábor, akinek hát nagyon pekje volt, az első futamon rögtön ripigyára törték őt is, meg az autóját is. Szóval nem lett persze olyan nagyon komoly baja, de azzal, hogy kihagyott futamokat, szinte teljesen elszállt a bajnoki címért folytatott versenyfutásból, és itt most ugye nagyon kellenek neki a pontok, hogy legalább mondjuk a dobogó meglegyen. A harmadik körben járunk, és a középmezőnyt látjuk közben, némiképpen szétszakadva most már a 112-esen. Nagy Brigitta az egyetlen női versenyző ebben a mezőnyben most. Ami nagyon érdekes, hogy a Weber Gabinak tényleg nem egy szerencsés éve ez. Az ugye az Európa bajnokságon is folyamatos technikai hibák, illetve kiforgatásokkal küzd, mind a két magyar versenyző, akik nagyon szépen teljesítenek. Ez itt lehet látni egyébként Kis Norbert beszúr balra. Nagyon szépen fogja 60 az ívet, ugye ő van most a belső részén a pályának, elvileg ő van jobb helyzetben. Nagyon kérdés, hogy hogy fognak kijönni ebből a kanyar kombinációban. És Kis Norbert egészen más taktikával megy, és átfordítja az autót a belső ívre, és ha minden igaz, és ha mondjuk be tudja fejezni az előzését, akkor a következő részen már övé az előse pozíció. Hát ez elképesztő már, amit most csinált itt a Kis Norbi, tényleg nagyon profi manőver volt. Ez nagyon alaposan kifundálta, nem? Mert ugye itt arról volt szó, hogy gyakorlatilag két kanyarral korábban helyezkedett, úgyhogy tudta, hogy mikor fog elmenni mellette. Pontosan, kettő kört figyelt, hogy a 60-i Bálintot, lehetett látni, hogy készül erre a manőverre. Egy nagyon jó része a pályának ez egyébként, hiszen hogyha egy jó féktávot tud venni az ember, akkor egy ennyire előre számított gondolkodásmóddal meg lehet előzni az előtte haladó versenyzőt. És közben előzésük az ötödik körben, a középmezőnyben, és 611-esen látjuk azt a Balázsdi Szabó Istvánt, akinek a kiugrása miatt meg kellett ismételni a rajtot.
Ennek következtében tulajdonképpen a verseny egy kicsit megrövidült, hiszen így aztán már csak 12 kör maradt, és Balázsdit a kiugrás miatt visszasorolták az utolsó helyre. Azt látjuk, amint 611-esen szépen fúrja át magát a mezőnyön, és egészen szépen kapaszkodik fölfelé a büntetését követően. Nagyon ritmusan a pályának egyébként tényleg egy egészen különleges aszfaltcsík, ez rengeteg motoros versenyt rendeztek, ugye itt korábban még Michael Schumacher is indult ezen a pályán motorversenyen, úgyhogy ez egy nagyon jó kis versenynek érkezett. Itt éppen Brakna Dávid és Barkovics Zoltán csatáját láthatjuk, akik az egész versenyen szépen harcoltak, nagyon komoly, de férfias küzdelemben próbáltak eldönteni ennek a helyezésnek a sorsát. Brakna megy elől, 604-esre, 619-esre pedig a zöld-fehér Seat Leonban, ott van Barkovics Zoltán. És itt most Barkovics nagyon szépen bebújik.